gratulálunk Erdős Viktornak a HKK Blog verseny első győztesének. Mesélj egy kicsit arról, hogy milyen paklival indultál a versenyen. Ködös krigissel indultam. Már tesztelésen is sokat forgattam a ködpaklit, de egy nagyon, tehát viszonylag eredményesen ott is. Viszont a 100 pontos versenyen megláttam egy nagyon jó lehetőséget. A Dávid Máté használta a krigissel a ködpaklit először, és nem megtetszett az ötlet, és úgy gondoltam, hogy egy ködöm azon köré épített ilyen pörgős kontrollszerűséget sikerre vihetek ezen a versenyen, és el is indultam vele. Karadin, Rath, Fairlight és Leo színekkel játszottam. A pakli arra épült, hogy próbáltam az ellenfelet ellehetetleníteni, cselvetéssel, talbotszabával a köreit megszakítani, a játékát így megakasztani, és második körben pedig egy a ködöm azonos átkozott pengével lévő kombót kipörgetni és eldobatni az ellenfél kezét. És ez a hat lappal viszonylag stabilan tudtam ezt hozni. Ködös lapok közül te is a ködöm azont érzed a legerősebbnek? Igen, igen, nagyon eltalált lap lett, de hát nyilván az átkozott pengével az igazi. És még ezt kicsit meg is lehetett pörgetni az új zénben. Az ugyancsak új zénben kijött ködnevű lappal, ami kicsit feltúlbozza még ezeket ezt a kombinációt. Végül veretlenül nyertél, de a döntőben Abonyi Attilával nagyon szoros meccset játszottatok, szinte körről körre változott, hogy ki áll jobban. Ez volt a legnehezebb meccs az egész versenyen? Igen, szerintem ez volt a legkeményebb mindenképpen. Az igazság, hogy az első meccset nagyon jól húzott, és hiába próbáltam meg minden lehetőséget kiaknázni, nem hagyott esélyt. Másik meccsen én kezdtem, szájdomból bíztam még esetleg, hogy azzal tudok valamit kezdeni, de nagyon rosszul húztam. Viszont második körömet nem mertem megpörgetni, mert féltem a counterek, de azért inkább abba bíztam, hogy egy eltöléssel tudom majd megszakítani az ő játékát, és ez a húzás ez megfejött. És mivel az eltölésre megtudtam, hogy mi van a kezében, ezért úgy tudtam alakítani a stratégiámat, és egy második meccset meg tudtam nyerni. És így egyednél jött a döntő játszma, ismét ő kezdett, ez nem volt túl jó, de végül hát olyan kiélezett szituációban sajnos lejárt a döntetlen, nem tudom. Nyilván mind a kettőnek voltak nagyon jó lehetőségei még, amivel képhetett volna előny, de mindnyit volt a küzdelem azért. Hát így a döntetlen végül is viszonylag reális eredmény volt. Pár persze jobb lett volna, hogy le tudjuk játszani. És hogy érzed, fogsz még játszani ezzel a paklival? Fogod még fejleszgetni? Szerintem még fogok vele játszani mindenképpen. De hát nagyon szeretek új lehetőségeket kipróbálni, és próbálok minden egyes versenyre újabb és újabb nekikkel játszani. De, hát elvégre egy kis változatosság az, ami itt a legnagyobb örömet okozza, meg hogy így különböző stratégiákat próbálhat kezemben, meg így ugye jobban megismeri a többi paklit, és jobban tud eljátszani, hogyha szembe kerül vele. Ez így igaz, gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen.